Hát csodálatos, szép estét, jó napot kívánok, üdv a csatornán mindenkinek! Végre belepörgetettek az időbe, lejárt ez a sorskártya, hát komolyan mondom, a tököm elsült, komoly, nagyon-nagyon-nagyon meg voltam már őrülve, hogy mikor tudok már reggel lenni, mert ezt nem nagyon nem szerettem ezt. Jobban nem tudtam volna megszivatni magam, most meg figyelj, mindjárt esni fog az eső, akkor megbondulok. Megbondulok, olyan reggel 8-ig legalább akarok, mert ilyen ködös se legyen meg semmi se. Semmi se. Jó, mindjárt. Oké, 9 óra vagy, most már jól van. Most már nyugodt vagyok, most már szép minden. Gyerekek, most már veredhetjük, mint a veresegyházi. Meg kellene nézni, hogy olyan milyen szépen nő az a csodálatos fű itt a környékán. Meg ugye meg kellene itt még... Oda nézzetek, már növöget. Növöget szépen a fű. Jó, ma egyébként... Fú, már... Na, ma egy kicsit olyan jól érzem magam, gyerekek. Van egy ilyen feelingem, hogy úgy érzem, hogy a mai napon éppen megfelelő arra, hogy a hangya holdra szálljon. Szánkba cukorkák repüljenek. És a... Nem tudom, micsoda, az valóra váljon. Valami ilyesmi is van még. Hát aztán nem tudom pontosan, hogy micsoda. Le kellene vetni azokat a részeket, amik ugye nem tökéletesek. Tudom, hogy itt egy kicsit most ilyen pazarlási megy, mert körülbelül másfél métert vetünk. Aztán közben meg húzzuk itt a nagyon széles vetőt. Szóval ilyenkor ugye újra veted a füvet. Újra. De hát gyerekek, lóvé az van. Van pénz lóvéra bőven, úgyhogy nincs semmi probléma. Azon gondolkoztam, hogy ki akarom próbálni. Valaki azt írta, hogy az a kasza tud rendet vágni? Hát, hogyha az a kasza tud rendet vágni, akkor én meg benyalok a disztérem mindenkinek, komolyan mondom, csontig. Hát el nem hiszem. De tényleg, ha ez igazat írtatok, akkor nagyon tudok örülni nektek, gyerekek, komolyan. Akkor nagyon. Akkor egyszerűen happység van, boldogság van, öröm van. Várjátok, ezt föl kéne emelni, vissza kéne tolni valamennyire, és akkor szépen be kéne fordítani. Meg akartam csinálni itt a sarkot is, hát azért volt itt egy kicsit a keeper túl buzgó. De most már minden jó. Hát egyszerre nem fogom lehúzni az egészet, úgyhogy haladjunk, haladási van. Megnézzük, hogy hol maradtak el, egyébként szerintem sehol nem maradt el semmilyen object. Gyerekek, hallod, fűvel leveti az egészet. Az egész mapot bevetem fűvel. Azért ez egy kicsit erős. Egyébként majdnem le tudtam volna húzni, sőt, ne erőködjek éppen, mert akkor meg ez az oldal lesz nem megkész. Ez meg még rosszabb lesz. Úgyhogy még egyszer végigfutunk rajt, aztán már kaszálhatunk is. Már mi nálunk babánk, már mi nálunk babám. Az jött a szokásba, ugye? Na gyerekek, a Challenger az el fog innen távozni. Úr, egyébként át kellene rendeznem, de lehet, hogy egyébként azt megcsinálom izébe, jó? Gameplay-en kívül azt, hogy átrendezem a gépeket, átcsoportosítom, jó? Hogy ne az legyen, hogy itt figyeljetek, legyen az, hogy így átbeszéljük, aztán én meg megcsinálom azt izé, gameplay-en kívül, jó? Az átcsoportosítást. Hogy tényleg ne az legyen, hogy azzal most itt vinkódunk, értetek, elcsesszük az időt, hogy én itt ide-oda húzkodom a gépeket, meg ide-oda fuvarozom őket. Átbeszéljük, hogy hova kerülnek, hogy kerülnek, mit csinálnak a gépek. Egyébként ugye a kombájnok azok valószínű, hogy el fognak menni, pihenni. Nem fogom őket eladni, mert rendteletesen sokat buksz egy gépen. Sanyika, pont most kell sipolós játékkal játszani. Köszönöm szépen! Na jó, oké, fejezzük be a hülyeséget. Meg kapar alattam, meg ilyenek vannak, úgyhogy ilyeneket lehet, hogy hallotok. Meg a mikrofonom szerintem nem felém néz. Várjál, most így van ilyen TikTokon, van ilyen csatornák, hogy ilyen mikrofon simogatnak gyerekek. Most körülbelül azt hallhatjátok. Meg közben Sanyi ás, mint az őrük. Ja, most magam fele fordítottam, nem voltam elég hangos eddig, akkor most dobtunk rá egy lapáttal. Ja, elbeszéljük, hova kerülnek a gépek. Igen, a kombájnok azok valószínűleg, hogy elmennek pihenni, mivel 4 darab kombájnunk nem valószínű, hogy egyszerre fog menni egyelőre. Meg ugye ez is menni fog a nagy földre. Ugye ezt meg akarja venni a keeper. 41-es föld? Mi van? Kukorica! Nem kell. Egyébként, hogyha búza lenne, akkor megvenném már most a tikoknak, hogy akkor le tudnám maradni. De egyelőre még nem. Oké. Nyugodjunk egy kicsit odébb.
Most a Sanyi a harmadik helyen állás. Egyébként nem szereti, hogyha elkezdek videózni, mert akkor nem foglalkozok be. És azért, várjál, itt még van egy kis meló. Azért akad ki, azért itt elkezd parádézni, elkezdi ásni a párnáját, most bement egy kicsi odujába, aztán így, van neki egy ilyen kicsi házikot csináltam, itt benn van egy kutyaház, de inkább egy ilyen kis babaházszerű, és akkor az van benne egy nagy párnája, meg ott a játékai benne vannak, azt most elkezdte azt izélni, elkezdte azt ásni, mint az őrült. Várjatok, gyerekek, bele vagyok keveredve, hogy hol vagyunk? És komolyan, hol az túros izében vagyunk, gyerekek? Hallod? Mi történik itt? Ja, már a 39-esen vagyunk, mondom, eznek a földnek nem ilyen alapjának kell lennie, vagy látok. Ja, igen, igen, azt ilyenkor beidegesedik, azt bemegy a kis odujába, aztán rúg mind a disznó a jégen. Jó, menjünk el, oda, ott azt megcsinálom, még ott látom, van egy kis hibatika, azt akkor az legyen már kész, jó? Azt elképzelhető, hogy belepörgetünk az időbe, esélyes még az is, hogy a tojásokat megint eladjuk, bár most egyelőre nem lenne rá szükség. Kéne vennem egy nagy fentet. Mivel... mondjuk aztán egy kirovec az olcsóbb lenne, nem? Mármint jó lenne egy nagy fent nekem, azért, mert... azért a... hamstert, vagy mi a francnak nevezik, hamster, nem hamsternek nevezem, nem tudom, mindig felszerelő kocsi, mindig nem tudom a nevét elmondani hirtelenjébe, aztán hamsternek nevezem, de szerintem az korrekt elnevezés, nem? Mit gondoltak erről? Na, indulhatunk meg, itt ez gyorsan lehúzigálja még a keeper, amit elmaradt, ugye, meg hát ez szándékos, nem mondja elmaradt, ez szándékosan itt meghagytuk, arra gondolva, hogy majd a nagy géppel megcsináljuk, azt közben meg nem csináltunk lószart se. Gyerekek, fű az lesz bőven, mindjárt megnézzük a telepünket, mert ugye azt éjszaka láttuk utoljára sajnos. Egyébként a tojásokat lehet, hogy még egyszer adhatnám. Gép ügybe is kellene itt ugye gondolkozni, de egyelőre neki kellene állni, komolyabban dolgozni. Mármint kellene kaszálni, mert ugye addig nem nagyon fogok tudni birkát venni, amíg nem lesz nekik tápanyaguk. Úgyhogy ezt be kellene indítani. És megint pénzhiányban vagyunk, az a baj, egyébként annyi gépet, meg annyi mindent így összevettem. Ja, és azt beszéltük, hogy a permetező se kell ide, arra sincs szükségünk. Mert hát minek? Mert ugye, ha kicsit kisebb lesz a hozama ennek a fűnek, akkor mi van? Hát ki többet kaszálok. A végtelen mennyiségű füvem lesz. Jó, azt a pici részt is meg lehúzzuk. Gyerekek, azt nem tudta volna megcsinálni, apám. Most itt fölfele, az a várja, B, kikapcsoljuk, azt felhúzzuk üresbe, gyorsan, azt megfordulunk lefele, megcsinálom, mert itt talán egy kicsit gyorsabban felérünk. Jó, itt jó nagy, ízeig mondnak, gambak. És ugye föl van emelve, meg minden meg van csinálva, szóval kéne hasítanunk. Gyerekek, azért nem lett kicsi ez a idő és a birkatelep. Meg beleilleszkedik a képbe. Nem mondhatjátok, hogy jaj, Keeper, hát megint mit csináltál? Meggyaláztad a mapot. Mert ilyenek voltak, ilyen kommentek jöttek. Egyébként még mindig képzeljétek, nem engedte el valaki azt, hogy folyamatosan írogatja és csinál új ökuntokat egy csávó. Ezt halál komolyan mondom. Csinál új ökuntokat egy ember. Van olyan, hogy új ökuntokat azért csinál, hogy leírja nekem, hogy töröljem a csatornámat, mert nem tartottad be az 1 milliárd euró kihívásos videósorozatot. Ezt így gondolom, megemlítem, hogy így érezzétek a törődést, hogy igen, van ilyen, gyerekek, hogy valaki folyamatosan ökuntot csinál azért, és több ökuntot, mert egyszerre ír, és még saját magának válaszol is. Írja, hogy töröld a csatornádat, mert nem tartottad be az 1 milliárd euró kihívásos videósorozatot. Mármint, hogy nincs meg az 1 milliárd euró, még nincs meg, sajnálom, bocsánat. Nem volt kikötve, hogy mennyi idő alatt csinálom meg, na mindegy. És akkor van egy másik ökuntjával, meg válaszol erre ugyanakkor. Azért onnan lehet tudni, hogy pont ugyanakkor, érted, így átlagol, és egyből így válaszol rá, ugyanakkor jön a kettő komment. Igazad van, töröld a csatornát. Jó, és nézem, úgy aznap készült az ökunt. Érted? Csinált egy ökuntot azért, hogy válaszolhasson saját magának.
nem hiszem el, komolyan mondom. Te tényleg ilyenek vannak gyerekek. Nem... Borzalom. Persze, lehet mindenkinek véleménye, érted, de... Valamit egyszerűen nem tudsz feldolgozni, hogy akkor most mi van? Most ezt nem is érted. Sokkot kapsz, nem tudom megmagyarázni. Még magamnak se tudom megmagyarázni, mármint úgy nem tudom megmagyarázni, hogy oké, okay, hogy mindenkinek joga van hülyének lenni, érted? De mi a cél, mi az értelem, mi miatt van, mi történik? Nem, jó, fura. Jó, várjál már. Beleülünk ebbe a traktorba, körül meg. Csak, öcsém, ez meddig tart beleüledeked ebbe. Ja, egyébként ez frankó lett, nem lett. Ja, itt van a hiba, elnézést. Hát itt van hiba. Ugye itt beszéltük, hogy ez itt nem nagyon sikerült. Úgyhogy bocsánatot kérek, de tényleg igazatok van. Ez nem nagyon... Ú, bazze, most meg még rosszabb. Várjál! És ezt már nem akarja elcsütetni? Az ilyen jó lesz. De, jaj, de jó, elcsütette. És akkor most meg tudom csinálni azt, hogy... Középső egergombolás, így. Júj, mondom, ez ilyen marad, apám. Ez csufondáré lesz, csufondáré. De aztán jó van, sikerült azért csak. És akkor itt viszont a karámig, ezt meg fel kellene húzni, azt meg úgy van, hogy kettő gomb egyszerre. És itt ezt fölhúzom addig, hogy ott legyen, hogy a karámig azért normálisan nézzen ki. Meg egyébként ezt az egészet beküldhetném fűvel, arra is gondoltam. Az meg X legnagyobb, nem ez, tab, és szerintem ez a fű, igen, és akkor értelmesebben néz ki, érted? Ez is ilyen fűves lesz, látod? És már is milyen jól néz ki, jó, gyerekek, eltüntettem a fűves rókat, és hát jó van, az így látunk. Ez a fő, nem az annyi tiéd, dehogy is nem. Jó van, gyerekek, lehúzom az egészet, aztán jó van. Egyébként ez is jó sok pénzbe kerül, de hát ez van, srácok. Hát figyeld, itt ezt eltüntetem, így legyen ilyen, eddig jó. Jó, nézzem már ki. Nézzük már ki valahogyan. Jó, a izék, a markok azok megmaradtak, gondolom ugyanúgy triggereli is ezt a... Tehát a gépeket, szóval nem kell attól félni, hogy itt valami probléma lesz. Itt figyeljetek, itt egy ilyen egyenesbe kellene húzni. Úgy ne. Jó, csak azért, hogy valahogy kinézzünk akkor már, nem? Füves legyen az egész. Úgy. Úgy ne. Szerintem így ma egy kicsit jobban néz ki, ugye az egész mégiscsak valami birka legelő, akkor legyen rajt fű, mindjárt megnézzük, így látod, így most már azért baráti. És akkor el kellene kezdenünk kaját termelni, gyerekek. A növekedési stádiumra nem tudom mennyi ennek a fűnek, nem tudom, hogy ennek egyébként hogyan van növekedés. Érdekes, hogy nincs a gyöpnek növekedési stádiuma. Mármint így figyeld. Ilyen homogén színű, azt jó van. Nincs neki növekedési stádiuma. Az mondjuk az nem valami túl jó. Annak nem nagyon örülök. De hát valószínű, hogy bele kéne pörgetni az időben, mert ki kellene próbálnunk ugye ezt a gépet. Meg ezzel az izével, ez a traktorra valahol el kéne járni, ez mindig itten akadályozza a dolgokat. Na, ezt a gépet ki kellene próbálni a keepernek. Csak az a gond, hogy... Ezt. Hogy ezt tényleg rend, mert valaki írta, hogy ez rendbe tud vágni, de én azt nem tudom elképzelni, hogy ez tényleg rendbe vágná a dolgokat. És bele fogunk pörgetni szerintem egy komplett napot, és akkor elkezdjük. Figyeljetek, azt kellene csinálni, ide kellene hozni a hamstert, meg valami nagy traktor kellene a hamsternek. A fent az úgy tetszene nekem, meg igazából azt tudnám később is használni, meg igazából költsünk egy kicsit, gyerekek. Úgyis a tojásokból megint lesz majd pénzünk. Úgyhogy szerintem ez így tök frankó lenne. Egyébként ide utakat csinálok meg semmit, szerintem tök jó lent néznek ki így.
Mondjuk ilyen földes útakat csinálhatnénk, nem közé. Meg nem is nagyon sikerült teljesen. Hát, ja, meg kellene csinálni. Bocs, gyerekek, de nem nagyon bejövő is itt. Itt is például ki van hagyva egy kis rész. Itt is van kihagyva egy kis rész. Meg lehet, hogy akkor ilyen földes utakat csinálnék az épületek közé. És akkor ott, ahol ugye nekünk tényleg szükségeltetik, hogy menjünk. Hogy valahogy kinézze, nem tudom, olyan elkapkodottnak tűnik így, nem? Úgyhogy akkor annyit csinálunk, hogy van-e nekünk olyanunk, hogy föld. Föld textúr. Ez az a baj, az ilyen sár. Valamelyik sár. Úgyhogy azt nem nagyon akarnám. Mindjárt megnézzük. Ez igen, ez ilyen sár, ez ilyen szörnyű. Ez meg betor, ez meg... Ez ilyen normál föld, ugye? Ez szerintem jó lesz. És akkor úgy kellene megcsinálni, hogy a kettő között feltétlenül csinálnék. Gyerekek, még a időben is fű lett, baze. Menn az épületbe, de csúgya lett, de hülye voltál képer. Úgyhogy az épületek alatt is hát kellene alázsolni föl, de mert baze, most az nagyon jó elcsesztem. Egy húzogattam, érted, az tiszta föld lett minden. Úgyhogy az épületekig addig lenne izé. Addig lenne földes. Jó, és csak jobban kell figyelni, mert elcseszem, akkor meg rettentő csúgya lesz. Igen, lesz köztük ilyen útszerű, ahol közlekedni fog a keeper. Szerintem így jobban néz neki. Közepét azt megkúszhatom. A két széle legyen tökéletes, azt utána a közepét azt tudod húzni. Azzal nem lesz gond. Jobban is látszanak a idők markok rajt. Megcsinálom ezt az oldalt. Van tudod, ilyen fű lett benne. A épületbe bent is. Az elég egy csúfos. Úgyhogy ezt így be kell tologatnom oda. Hát, ezt frankó megoldottam. Van annyira nem vészes. Úgy, így ki lehet söpörni onnan. Igen, itt nagyjából legyen jó, aztán utána majd alakítunk még rajt. Hát ott is benne a fű. Így ki kell húznod belőle. Nem tudtam, hogy mi mozogott, azt közben meg az a szélkeréknek, hogy a kereke. Kereke, jó, akkor ez így jó egyelőre. Mondtad? Milyen frankó lett. Arra gondoltam, hogy lehetne út mindig ide. És mindig azon az oldalon lenne ez az út, ahova kell hoznom a cuccot. Tehát akkor nem fogok belekeveredni, hogy melyik oldalra kell vinnem. Tehát arra nem fogok húzni, hanem csak ide húzok. Oda nem húzunk ilyen földet, tehát ahova nem kell. Így, ez jó. Ide ugye kell húznom. Ó, te fiú. Látom, még füveznem kell egy kicsit. Itt meg ugye a másik oldalon kell. Szóval így akkor képbe lesz a keeper. Hova kell mennie. Vágjátok. És akkor nem keresem rossz oldalon. Fölöslegesen. A beöntő pontokat. Ja, meg ide kellene valami kút is, ugye? Víznyelő hely. Hogy víznyerő, nem nyelő. Víznyelő az egész más. Oké. Okay. Na, egy kicsit, hogy babásabban néz ki. Itt is meg kell csinálni. Erre.
Egész a végéig, így. És akkor látjuk, hogy hova kell vinni. Ó, hogy a rossz sebremet tedd meg. Jó, nem baj. És akkor csinálhatnék egy útat is. Befele vezető útot. Így, és akkor hogy látjuk, hogy mi a szitu, jó? Szerintem az itt perfect. És akkor mindenhez vezet út. Megköszönöm szépen. Mondjuk ezt meg kiúszhatnám úgy, hogy... Így ezt akkor nem lesz belőle gigszer. Ennyi az egész, gyerekek. Meg esetleg még itt is. Azért egy kicsit frankóbban néz ki, úgy érzem. Ugye? Így azért van értelme. Oké, nézzük meg közelről. Ez a föld, ez jól néz ki. Oké, srácok. Oké, ott maradt egy kicsi. Na bocs, hogy tökölök, de egyébként ezt is meg kell csinálnunk, ugye? Itt maradt egy kis itt. Úgy, itt maradt egyébként. Hát, de itt jaj, megcsinálom az épületig, hogy kinézzem valahogy, így aztán jó van. Na, kéz van. Kéz van, összesen nem is tudom mennyi. 1500, vagy 8x350, mert ugye most már 8-at csináltunk. Úgyhogy akkor lesz itt birka bőven. Bele kellene pörgetni az időbe, el kellene mennünk. Figyeljetek, a gépeket át kellene nézni, hogy igazából milyen gépeink vannak, mert már megint kezd itt elbúrjánzani nagyon durván. És az nem a legjobb nekünk. Nézzük meg a garázsban, hogy egyáltalán mi van. Ezt mire használom? Ezzel öntözöm be az izét, a gabonát, az jó, oké. A GCB az esetleg... Hogyha rendsodrózni kell, akkor az maradni fog. Vannak a krazjaink, van egy uralom, úristen. Van 4 kombájnunk, ami fölösleges. Mint van az ekét, azt megtartjuk. Gyerekek, ezeket itt rendbe kell rakni mindent, mert itt egy borzalom, ami van. Ezeket viszont el kellene adni. Igen. Ezt el is adom, gyerekek, ezt dollit, ne legyen a mapon fölöslegesen, ezt dollit is eladom, ne legyen a mapon fölöslegesen, itt meg már a ideig vannak, az objektek. Oké. Okay. Jó, gyerekek. Gondolkodjatok. Gondolkodjunk, hogy mi kell. Kellene nekünk. Lehet, hogy veszek egy fentet, vagy fölösleges venni egy fentet. Igazából ugye a kirovacok is tök jó elhúzingálják azt, csak valahogy úgy vennénk egy igazán jó traktort, amivel rendesen lehet dolgozni. Úgyhogy lehet, hogy azt fogjuk csinálni. Hogy egy ezres, egy ilyet veszünk. És ebbe tudunk venni 517 lóerős motort. És az tök jó el tudja húzkodni akkor ugye a hamstert szerintem. Kerékbeállítás, nem tudom, hogy kell-e neki az ikerkerék. Rakunk neki széles gumit, jó? Itt pedig mi? Széles gumi, keréksúlyok, széles gumi és súlyok, így legyen, oké? Okay? Nem akarok rakni mást. Oké, okay? És akkor ezt föl fogja kapni. Fú, gyerekek, koordinálni itt mindent, ez nem egyszerű. Ezt föl fogja kapni majd a hamstert, és akkor megnézzük, hogy ez hogy fog működni. A hamster az meg elvileg, ugye itt van. Ott van. Oké. Okay. Viszont a, mondom, a gépek elrendezését, ez jó lesz. Ez jó lesz, gyerekek. Egyébként bánom, hogy a GCB helyett nem egy ilyen vettünk. Oké. Okay. Ugye ez is 63-mal tud, mert úristen, hát ez mekkora izéhez képest, gyerekek, a GCB-hez képest. Meg elmondom neked, ez simán gyorsul úgy, mint a GCB, vagy pedig jobban. Oké, és látszik, hogy jó lesz. Ezzel jó lesz, ezzel a hamstert el tudom rángatni, nem kell vinkódnom olyan sokat. Na, meg még egy dolgot meg akartam nézni, hogy itt hogy tudnék átmenni. Ugye a csirketeleptől, hogy tudnék átugorni, meg jó, még valamit meg akarok nézni, hogy a csirkéknek van-e kajájuk. 10.000, 8.000, 5.000, 4.000, és még mindig van, látod? 1900 van, igen, de azt hiszem, hogy van a kombájnokban kaja. Úgyhogy azt még be tudom nekik oldani. Nem biztos, de lehet, hogy hagytam benne.
Na arra vagyok kíváncsi, hogy várjátok, mentsünk egyet, mert nehogy véletlenül kit vagyunk, mindig félek, mert már eléggé el van burjázva a gazdaságunk. Hogy innen a csirketeleptől kellene találnod nekem egy utat ahhoz a földhöz. Valami nagyon optimálisat. És a nagyon optimális az a baj, hogy itt folyó is van. Meg még ráadásul, és sinek is van. Hát ez valószínű úgy lesz, hogy a folyón csinálunk egy hidat. Beton hidat. És utána a... itt... hát ja, itt is csinálunk egy izét. Itt is... hát... ja, valami hidat kell csinálnunk ide, gyerekek. Valami hidat. Minél inkább... minél kevesebb problématikával megoldva. Vagy pedig... ide csinálsz egy hidat, és itt mész át a sinen. Csak az a baj, hogy itt meg két sinen kell átmenni, de érted? Akkor itt is át kell menned sinen, meg ott is át kell menned. Így meg csak egy helyen kell sinen átmenned, hogyha oda csináljuk. Úgyhogy úgy lesz. Ja, oda csinálunk egy vasútra egy ilyen hídszerűséget, valamit kitalálunk. Úristen, mi az a sok fa? Ja, az vége a mapnak. Meg akkor ott, meg arra. És akkor ugye át tudunk jönni erre a földre, és ezen fogjuk termeszteni. Az a lényeg, hogy ezen fogjuk most már termeszteni a búzát. Ezen a hatalmas földön, hogy legyen bőven a csirkéknek, ne az legyen, hogy minden egyes nap konkrétan vetésporgózni kelljen. Hanem itt akkor csinálok annyi búzát, ami elég lesz nekik baromi sok ideig, értitek? Az a terv. Valahogy így ebbe gondolkodok. De viszont itt át kellene mennem, de valahol a vizen. És ugye ezen a mapon a víz az csak ilyen dekoráció, szóval meg se tudod tölteni a mondjuk tartályokat, hogyha akarnál. Ez ugye egy kicsit olyan fura, de nem lehet. Jó, gyerekek, megyünk át földre mindenen. Megyünk, akkor fölvesszük a hamstert. Valószínű időpörgetés lesz. És azt a földet lassan meg kell venni, vagy hogyha más nem lesz, akkor nekem ugye el kell vetnem. Ja, a kombájnok viszont oda jók lesznek, úgyhogy az jó lesz. Viszont akkor oda lehet, hogy jó lesz, mert négy kombájnunk van, az oda lehet, hogy jó lesz. Ez jó lesz, gyerekek. Na, kíváncsi vagyok erre a hamster dologra, hogy ez hogy fog működni. Hát ezzel tudja, hogy fog működni, gyerekek. A súlyt azért nem raktam az elejére, mivel igazából ez egy full vontatott eszköz. Egyébként a izé mögé nem lehetne ezt becsatlakoztatni? Maga a kasza mögé? Úgyhogy nem biztos, hogy elvinné. Mármint így az nagy probléma lenne. Mert ez milyen? Mert ez ugye nem golyós, hanem ez konkrétan sima pótkocsi csatlakozó. Érted? Ez biztos, hogy tudná húzni a izé. A... kaszán. Csak az a baj, hogy nem biztos, hogy elbírja. Erre kíváncsi leszek. Megnézzük. Viszont ez elég gyorsan elvinkódna vele. Meg ugye az is fontos, hogy be tudjuk-e egyáltalán önteni, úgyhogy valószínű, hogy az egyik be kellene venni kecskéket, és meg kell próbálni egyáltalán hova kell beönteni, mert azt se tudom. Hogy meg hogy mi kell nekik, ugye? És akkor látnánk, hogyha lennének kecskénk, kopásból most már látnám, hogy mégis hogyan, miképpen kellene ennek zajlania. Igen, és gameplayen kívül én átrendezem majd, összepakolom a gépeket, hogy legyenek ott, ahol kell, jó? Hogy ne az legyen, hogy itt így is látjátok, hogy elég sokáig tartom, még azokat a gépeket is dehordanom, amik éppen itt kellenek, hogyha most itt minden gépet el akarnék rendezni, meg össze akarnék pakolni, akkor az baromi sok idő lenne. Most látszok. Hát itt igen, itt lesz fű. És ezért gondoltam, hogy fölösleges permetezni ezt, vagyis műtrágyázni, hát most kicsit többet megyünk. Nem is tudom, hogyha nem trágyázod, akkor mennyit bukszol rajt, de nem tudom, max 50%-ot érted, akkor másfélszer annyi ideig tart, hogy megteljen a útkocsi. Ja, gyorsan kipróbálom, hogy ezt elhúzni biztos, hogy el tudja, csak ne, meg az a gond, hogyha nem vág rendbe, de tényleg nem értem, hogy valaki írta, annyira erősítette, hogy hú, hát ez rendbe vág, úgyhogy ezzel nem lesz gondod. Ez nem tudom, egy kicsit furcsánlom. Gyerekek, azért ez oda... ó, ez nagyon adná. Ez nagyon adná. Mert csak nyissuk ki.
És akkor innen meg fogunk indulni okosba. Mondjuk a fent mindenképp jó, mert ugye nem ezzel kellene bevinnem mindig majd. És ez ennyire ennyire emelte fel, érdekes. Na, bele kellene pörgetnünk az időbe, gyerekek, úgyhogy nyomunk egy mentést. Sajnos az egyik tyúkolba valószínűleg el fog fogyni. A kaja. De várjátok, akkor csináljuk azt, hogy 30-al megpörgetjük. Azt megnézzük, én ezt megnézem ezt a tyúkol, hogy nem-e maradt nekünk a kombájnokba kaja. Dehogy nem, látod? És akkor pont be fogunk tudni vinni abba az oldba. Gyorsan, gyorsan. Ide is mondtátok, hogy itt engedjem el ezt a crosst. Hol a francból van ez a crosst? Engedjem el ezt a crosst, hanem csináljam azt, hogy egy ilyen azt a nem modolt átrakókocsival tök gyorsan tudnák ugye dolgozni. Közben megjelöltetjük azt a, amelyikben nagyon kevés van. Van, amelyikben csak ilyen 1000. Kettőben is 1000 van. Ja nem, egyben van az a kakas. Így jó. Egy megjelölés. Oké, srácok, és még mindig nem éheznek. Csak az a baj, fognak éhezni, mert ugye egy vetésforgót mindenképpen kell majd pörgetnünk. Ami sajnos nem lesz, nem lesz vidám dolog. Ebben is van még gyerekek. Jó, várjál, nem fogja tudni bele üríteni, de várjál mindenket. Az is árpa, meg ez is árpa, vagy ez búza volt? Már arra sem emlékszik, na nem, ez árpa. Úgyhogy ezt ki kell ürítenem mindenképp, 1200 liter gyorsan ki kellene csapni. Hú, és pont ide kell, az nagyon jó. Mivel ugye búza van abba. Jó van, közben pörgetjük az időt, hát valószínűleg egy egész napot kellene. Kecskét kellene venni lassan, vagy kecskét, birkát kellene venni, azt meg kellene nézni, hogy akkor ez hogy épülne fel. Itt viszont meg el kellene osztani, akkor mi ezekbe van. És nem kellene beleönteni az összeset egy helyre. Jó van, gyerekek, azért maradt itt még bőven. Ebben már, melyikben van? Az a baj, mindig elpörög. Igen, ebben 3000 van, úgyhogy ebben menjen még. Menjen még. Igen, mond, gyerekek, most miért fut ez ilyen jól itt a, itt a csirketelep környéken? Tök durva néha olyan, tök furcsán viselkedik a játék. Valamikor ilyen... Egyébként itt is megnő a fű, azt nézem, hogy ez a fajta fű, amit oda leraktam, az is megnő, nem? Nem is, hogyha jól látom. Na feljátszok. Ugye ebbe akkor még öntünk. Van 12000 literünk összesen, akkor ebbe még szerintem öntök egy ilyen... Nem tudom, egy 4000-et. Oké. Okay. És akkor nézzük át, hogy melyikben van még esetleg nagyon kevés. 3000. Itt volt az elején 3000-es. 5000-es, 4000-es, 10000-es, 3000-es. 3000-es úgy látom, hogy van több is. Úgyhogy akkor a 3000-esekbe rakjunk. Egyébként megint ugye rengeteg tojás lesz, mert közben így pörgetgetjük az időt. Természetesen nem ok nélkül, hanem hogy érjen be a fű például most. És hogy tudjunk kaszálni. És rengeteg tojások lesz, gyerekek. Az írgatlan mennyiségű megint. Oké. Okay. Öntünk másikba is. Az elején volt még 3000-es, 9, 8000, 5000, 4000, 10000, 8000, 17000, 6000, ott az elején volt egy 3000-es, abba beöntöm, aztán szerintem akkor így jók vagyunk, nem? Egy megjelölése, oké. Ott a legvégén van az meg. Igen, egyébként tényleg azt kellene csinálnom, hogy egy ilyen pöszmenagy átrakó kocsi, meg egy traktor. És ez lehet, hogy egy jobb megoldás lenne, mint hogyha ezzel futkorászok, mivel ugye abba belefér rengeteg, és akkor az instant így bele tudnám öntözgetni. Végig mennék, és akkor így önteném ki folyamatosan. Még az is jó lenne, hogyha... Ja. Ilyen közel kell majd csak hoznom. Nem tudom, hogy oldom meg még, majd még meggondolom. Egyébként most tök jól fut, nem értem ezt, hogy itt a... Mi változik néha, kicsit kell volna. Gépet nem cseréltem, úgyhogy az nem változhat. Jó, ízében meg nincsen a sidóba szerintem már semmi, egy fajta sem.
Jó, oké. Akkor ez megvan. A csirkék megvannak. Vissza kell mennünk, és meg kell néznünk, hogy hogy állnak itt a dolgok. Jó, hát pörgetek az időben. Szerintem egy minimum egy napot kell pörgetnem, úgyhogy az ilyen gyerekek. Valószínűleg a tojások nem fognak hova férni, úgyhogy dobálja majd mindjárt hiba üzenetet az erre. Ez még miért? Na, most már kezd érni. Hú, mindjárt eső lesz, gyerekek. Kaszálni, hogy lehet esőre, gondolom. Mindegy, gyerekek, holnapig pörgetünk. Azt úgyis eladjuk ma. Aha, igen, nincs több tojás hely. Jó, hát az ott rohadt meg, gyerekek, most. Úgyhogy ezt most hadd írja. Holnap reggelig pörgetünk. Vagyis ameddig el nem áll az eső, nem idegesítem magam itt az esővel. És ez szerintetek ez megnőtt? Ez nyilván van? Mi az járművek, ingatlan költségek? Szerintem ez egyébként megnőtt. Ez tökéletes, ugye? És a növekedési stádiumot érdekes, hogy nem írja. Látod? Gyöpné. Ez meg mi? Ez meg mi növek? Mi van itt, gyerekek, újabban? Ez még mindig az a kukorica. Ennyi idő alatt nem nőtt be. Na nézzük, kipróbáljuk ezt a gépet. Ezt én is demotok, jó. Csak ez nincs több hely a raklapoknak. Ezt nem nagyon értem. Jó, várjál, az átrakókocsit indítottam el, az meg... De mondjuk azt is át el kell, várjál. Vagy átrakókocsit? Ja, vagy kipa. Na, ez hogyan működik? Gyerekek, baza, ezzel hallod? Konkrétan, ha nem is a mindet... De, mindet. Egy nagyon minimálisan keves, épp hogy nem tudsz felszedni, gyerekek. Akkor hármas gomb hallod? Adjál neki, Sanyi! Csak az a baj, hogy lehet, hogy nem fogja tudni elhúzni mindet. Kíváncsi vagyok. Hoppó, gyerekek, meg van oldva akkor a probléma. Jó, a csirkéket írja, tudom. Most nem azzal akarok foglalkozni, hanem meg akarom ezt csinálni. Na, gyerekek, ez jó, ez jó. Sőt, az összeset össze is szeri, gyerekek. Ez az összeset össze is szeri. Úgyhogy ez tök jó. Ez nagyon jó. Ez meg van oldva, gyerekek. Meg van oldva. Hátra dőlhetünk, gyerekek. Hátra dőlhetünk. Csuda jó. És akkor a fent el, meg hogyha megtelik, akkor el tudom vinni, jó? Akkor meg az lesz körülbelül. Mondjuk ennyi erővel, akkor falon módban is követhetné ezt, és akkor ugye a fent nem kellene átfognom rá mindig. Minden gyerekek, ez jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. De hát valamikor meg nem szeri azt, az durva érdekes, látod? Az előbb összeszedtem, most meg hagyja, hogy ilyen kis nagyon kevés részt. Na hát jó van, annyi baj legyen. Ja, lehet, hogy ott nem kaszáltunk. Nem tudom miért. Nagyon örülök neki. Ezt megtöltjük, veszünk kecskét, birkát, és akkor megnézzük, hogy akkor be tudom-e önteni ezzel a géppel. Ha nem tudom beönteni, akkor nagyon becumisztunk. Úgyhogy ez nem tudom, hogy ez hogy fog működni. De jó, ez nagyon jó. Ez nagyon imádom. És akkor nem kell nem kell rancsodrózni. Fontos. Csak az a baj, hogy ez valószínűleg lehet, hogy nem fogja tudni elvinni. De viszont ez egy ilyen nagyon dög gépám, hogyha megnézzük. Nézzük a garázsban, nekünk még van. Ez egy ilyen nagyon dög gép. Ez egy, nem tudom hány, 100 lóerő, ugye? Gyerekek, ez egy 449 lóerős gép. Ez oké, hogy közben gondolom a kaszát is ugye működtetnie kell, az is zabál. De hát ez nem véletlenül van rajta, ez a nagy pótkocsi. Vagy a pótkocsi fogadásnak nem véletlenül, baza. 450 lóerő. Eznek el kell vinnie, gyerekek. Ennek el kell vinnie. Meg van oldva a keleti kérdés. Mennyit agyaltunk rajta az előtti részben? Egyébként ugye nem reális. Nagyon nem reális, meg ugye ez maga ez a felszerelő kocsi, vagy ez a hamster, ez egy abszolút nem reális, de hát ugye ezt használtuk eddig is. Gondolom nem most fogja kincsapni a biztosítékot, remélhetőleg nálatok. Eddig is ezzel szedtük össze a szalmát. Szerintem jó. Mert ugye például hát valószínűleg, hogy egy hamsternek ugye kellene TLT egyértelműen. Nem tudom más, hogy oldanám meg, főleg ezen nincs is ideje. Nem is nagyon látni, hogy bármi is lenne ilyen felszerű eszköz. Ez konkrétan egy ilyen, hát ez egy elég csites kép, ezt ki lehet mondani.
50%-ot elkerültük, én azt mondom nektek, gyerekek, hogy forduljunk vissza, és akkor nem kell olyan. Egyébként a fordulással van baj. Mármint ugye az a gond vele, hogy eléri a seggét a gépnek. Az a pautkocsi. Eléggé necces, meg úgy nem is szeri össze rendesen. De egyébként, ha nem szeri össze, az se baj nekünk, tök mindegy. Ugye ez fű, ez újra fog nőni, nem kell vetnünk majd. Ez még egyszer végigjövünk, majd ami elmarad, azt összeszeded, tök mindegy. Ez egy ilyen, a birka tenyésztés, az jobb konkrétan, mint a csirke. Az egy sokkal egyszerűbb, ha belegondoltok, ugye? Most értitek, hogy mire gondolok? Vagy, lehet, 11-el húzzuk. Mennyivel tudott volna ez arat? Vagy ez élni? Meg akarom nézni, mert... Ez 25 km per órával tudna kaszálni. Úgyhogy akkor van baj, és már a sleepük az 23%. Aha, úgyhogy nem tökéletes. Úgyhogy egy falon móddal egy izé ez jobb lenne. Falomi móddal a fent. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, gyerekek. A falomi móddal fent elünk. Mert ez szerintem ez nagyon nem akar menni. Ki kellene próbálnom leginkább, az lenne a legegyszerűbb. De... Ja, mert tudom már miért. Hát azért, mert ugye a hamstert, az meg csak 12-vel tud menni. Ennyi az egésznek a nyitja. És ugye azzal megy, amelyik ugye a legutolsó. Ez meg ugye gondolom 12-es. Nem bazdmeg, ez 20-zal kéne mennie. Úgyhogy itt egy erőléti problémák vannak. Úgy látom, vagy pedig ugye le van amortizálódva ez a hamster, ami előfordulhat. A dobozunk meg nagyon messze van, úgyhogy most ezt nem tudom idehozni. Lehet, hogy az a hamsterre van amortizálódva, de egyébként meg tudom nézni, mert rám jövök, ez kéz. Condition 77%, úgyhogy annyira nem. Úgyhogy lehet, hogy erőléti problémák is vannak. Ja, bazzá, a kaszálás, azt lehet izével csinálni, gépi munkás. Én azt nem is tudtam, hogy lehet gépi munkás csinálni. Hát halljátok, én most ez egy megrekönyöttem. Én úgy tudtam, hogy azt nem tudja. Te úgy látszik, a kaszálás tudja a gépi munkás. Vagy csak ez a traktor? Mert mint én, nekem volt ilyen MTZ-nél függesztett akármi csinálom, és az nem nagyon kaszált magától. Halljátok be, azt meg beszélek. Ez érdekes volt ez a dolog. Gyerekek, de úgy rúg ez a gép, hogy csak mind az állat. És nem hiszem, hogy összkerekes. Úgyhogy ez egy összkerekes, ugye? Hát ott vannak a féltengelyek. Azért mondom, mert a hátulja is rúgott. És sleep az már 25%, úgyhogy vannak problémák. Na figyeljetek, ilyenkor meg ugye azt kell csinálnom, hogy fogjuk, lefogunk a kaszába, és akkor jön a fent, bebici. A fent az meg viszont itt tök jó lesz, kis fürge, tök jó gép, viszont akkor a GCB az mehet innen, igazából majdnem minden mehet innen, halljátok? Ide nem kell semmi, kell a kasza, meg kell, majd kell egy nyerges, bazzer, ez mi volt? Ja, várjál. Ne kellene akasztanunk nekünk. És akkor odébb kellene bonszolni a seggünket. Aha, oda nézzük, hogy menne, hallod? De figyeljetek, azt is csinálhatom, hogy ezt megindítom, oda nézzük. 25, te öcsém, hallod, hogy kaszált egy gyík? Oda nézzük, hát ezt hallod, lekaszálja nekem az egészet. Igazából tök lekaszálhatja, nem? Hát ennyi erővel akkor fent a végig ranok, aztán megcsinálom. Hó, hát itt nagyon jó dolgok vannak, gyerekek. Jön ám a vitéz, oda nézzél, bazdmeg, hogy kaszál, azt hallod? Na, itt mit csinál? Itt kivegy a világból. Mi a... Hé! Hey! Stoj! Bazdmeg, végig. És meg fog fordulni? Nem mondod, öcsém, hallod itt? Ez csoda ez a gép, gyerekek. De egyébként nem kell ebből több öcsém, mert ez lekaszálja az egészet, pikpa. Gyerekek, mi a mik vannak itt, hallod? Nagyon modernek vagyunk, oda néz, szépen bál, nem hiszed el, és jön visszafele. Jó, fentel, megnézzük, mennyivel bírjuk húzni, az lenne jó, hogyha jó gyorsan tudnánk. Egyébként azért nem gondoltam, hogy kell nekünk a dupla kérek ide, hát már igazából ezt a füves részt szerintem annyira nem veszélyes. Na, mennyire fogja? Hát ja, sleep 10% az konkrétan a nullával egyenlő, meg főleg szerintem, hogyha lejövök ide. Úgy gyerekek, hallod? Oda nézzé! Tesó! Nyomjad neki! Ez nagyon jó!
Gyerekek, megfogtuk az istadalmat. 10% a strippel húzza ezt a nagy dögöt. Mennyivel? 17-től 18-a. Nem tudom, egyébként ebben azért van anyaga. Ebben azért van anyag. De ennyi erővel lehet, hogy azt kell csinálnom, hogy kiúzom inkább a izét fel 5 szélére. Meg át a 10% slip, ugye akkor annyira gyorsabban mennénk, úgyhogy lehet, hogy földobjuk majd a dupla kerekeket rá. Nem gondoltam, hogy ennyit számít. Na. Erőködjél fel itt. Jó. És hol kell nekik adni? Na, ide megvesszük a kecskéket, a gyerekek. És nem fogom hordani természetesen, mert arról sem az hordja. Jó, milyeneket vegyünk? Birka. Fekete birka? Vagy barna? Fekete-fehér. Az mi az? Ja. Legyen fehér, nem? Az olyan, nem tudom, az olyan jó. Ja, 1500 gyerekek. Na, várjál. Hát, vegyük. Basz, mennyi pénz ezt a jézusisten. Na, vegyünk egy 100 darabot, azt mondom, gyerekek. Ezt meglássuk, jó? Az is 160 ezerbe fajt. Ujjaj, de szépek! Sose voltak birkáim Farming Simulatorban. Csodálatos. Na nézzük, hova kunk nekik adni. Jó, az viszont kell egy tartálykocsi is. Na, én abba gondolkodok, hogy ezt ide kell hozni. Igen, ide kell hozni. És akkor meg tudjuk nézni, hogy mennyi fű kell nekik. 100 darabnak, és akkor lehet számolni. Hát ez nagyon nagy a gyerekek. Na figyelj, 100 darabnak kell. Úristen! Úristen! What? Nem mondod! 100 darabnak kellett 50 ezer liter! Bazel, tisztaság is kell nekik. Bazel. Nem mondod, hogy kell, mit ganyézni kell? Ez vagy mi? 0% tisztaság. Az akkor jó. Akkor ezek szerint ezek izé? Jó, kell neki, kéne neki víz. Ugye? Mindig kell víz, kell nekik továbbá tiszta etetőterület, és némelyiknek szalma is. Etest őket, a következő ellensége bármelyik a legjobb eredményt ad a leghatékonyabb. A fű per széna hatékonyság 100%. Az mi az? Fű vagy széna, nem? Mert a izében is úgy van, a csirkéknél is úgy van, hogy búza, árpa 100%, és 100%-on van, pedig csak igazából tök mindegy, hogy melyiket adod, nem kell keverni. Jó. Viszont ez baró jó, nézd meg ez a fent, hogy néz ki, te Jézus Isten, meg pont befér. Pont befér. Ez ideális, gyerekek, ez ideális. Na né, jó, kajáljatok, gyerekek, mindjárt kellene víz. Nem is, ja, itt látni, igen, hogy van benne. De jó. Viszont akkor az etető területről majd... Ezek termelnek izét? Ezek termelnek? A birkák termelnek gonyét? Hát ezt nem is tudtam, öcsém. Ez a fent, ez nem kicsi apa. Na, mit akartunk még csinálni? Nézzük már meg a kaszát, mit művel, mert ez meg annyira érdekel engem. Úristen, halljátok, ez hol megy? Na, most akadt meg. Na, jó, hát ez, igen, itt ez a domb, ez nem tesz jót nekik. Igen, igen, ezt itt levárja, levágok keresztbe, azt akkor nem lesz gondja. De egyébként ez a kaszálás, ez nagyon... Úristen, hallod, itt is izé, itt meg, várja, mindjárt megcsinálom ezt, jó? De egyébként ez nagyon nagy csalódás, hogy ez a kasza, ez így extrém gyors, meg tud magától dolgozni, baró jó, meg ezek a nagy területek kelleni fognak, mert ha 100 darab állatnak kell 50 ezer, akkor el tudod képzelni, hogy mennyi kell 350-nek, hát akkor gyors fejszámolás, 175 ezer kell nekik, ólagként, úgyhogy akkor ilyen milliót be kell termelnem 8 óraban. Millió liter. Hú, gyerekek, ez nem is lesz annyira egyszerű, mint amennyire számított rá a keeper. De hát nem baj, figyelj, semmi, ez ezzel jár. Itt meg a földnek van egy ilyen, már mapnak van egy széle, és annak neki tudsz menni, érted? Hát ott. Egy érdekes feature itt, roppant idegesítő egyébként. Van a map széle, vagy valami hide object van, és itt mindig neki mentem, hogy más géppel is. Jó, figyeljetek, megindítom itt is, hogy ezt is kaszálja le. Gyerekek, ez le lesz kaszálva, bazd egy, hallod, fél óra alatt. Ó, hát ez nagyon jó. Na mennyi tesó, csap le itt még ezt. És akkor...
Egyébként, ja. Jó. Egyébként a izét, azt tudok follow me módot csinálni. Várjátok, vegyünk még ebbe birkát. Viszont tudom, gondolkodok, hogy fura nem kéne rakni, de 200-at kellene belecsapratni, nem? Szerintem 200-at. 200-at veszünk bele. Hoppá. És akkor a maradék 150 az meg majd ide ilyen, az meg majd termelődjön ki. Én ez nem olcsó, valahogy nem olcsó mulatság. Úgyhogy 200-ra fölgyomjuk, és akkor meg fogjuk látni, hogy mit hoz. Ja, meg kellene kút, gyerekek. Na. Jó. Oké, meg akkor be tudom ezt neki önteni. Beöntöm ezt a maradékot. Az mi? Ez mi? Ez micsoda ott? Attól félek egy kicsit, hogy nagyon gyorsan lesz majd. Most az aljuk szalma nem kell ezeknek. Remélem, hogy nem kell szalma, mert akkor nagyon becsúnyulok gyerekek. Érdekes, nem? Egy izét, hogy termel a birka ganyét. Én ezt nem is számítottam rá. Viszont ez tök jó, hogy így be tudod önteni. Jó, elvileg akkor ez nyilván is van kajával. Van 91 ezer, ja, 100, itt a tisztaság 100 ezer, oké, okay, vagy 100%. Kell neki vízbe, különben bajok vannak gyerekek. Úgyhogy kellene, az mennyibe kerül egy lajtos kocsi? Na kellene egy kut, nem? Meg amivel meg is tudod tőtteni, vagy nem tudom, mivel tőttem meg, érted? Hol van az egyébnél, van a kutak? Víztorony. Itt is meg tudom tőtteni. De van ilyen kutu, nem? Hogy vegyünk víztorgyot? Igazából. Ja, van ilyen storage-om is. Na jó. Van ilyen kutom is. Ez meg ilyen energiát termel. Óránként 30 eurót. Ne, ebből le kell rakni egy 1000 darabot. Azt akkor is alig termel lévi. Vegyünk ilyen hagyományosat. Vegyünk ilyen hagyományosat, nem gyerekek? És mondjuk... Hát nem tudom, hova rakjam. Hát ezt most nem tudom. Hát ezt most így nem tudom. Valami értelmes helyre kellene, ahol nem zavar sok vizet. Erre például ugye abszolút nem közlekedünk, szóval akkor itt ez jó lesz. Oké, gyerekek, ott lesz a víztornyunk. Meg akkor kellene nekünk egy lajtos kocsi is. Hát jó, mennyi vizet kell ezeknek beordani be azon? Hány liter vizet? Megveszük a legnagyobb lajtos kocsit, jó? Eszközök. Tartályok. Hol van szarba vannak egyébként azok? Na, olyan, például ilyen tartály, ez az egyéb név van, vagy hol a szarba? Ilyen tartály életemben nem vettem, mondom nektek, gyerekek. Ez a pótkocsiknál van, nem? Nem a pótkocsiknál van. Az hol van? Azt szerintem bűnös életben én nem is vettem olyan tartályt. Nem tudtam látni. Gondoljátok, a hülye. Nem tudom, hogy soha nem volt rá szüksége. De nem az iszap tartályoknál van, ugye? Hogyan lenne ott? Hülye vagy? Hol a szarba vannak azok? Mégiscsak az egyéb... Nem, az egyébnél nem lehet. Egy rohadt kereső miért nincsen ma? Várj, nézzük meg. Pótkocsiknál biztos nincs. Szujekék, borona, ültek, trágyaszórók, gyomlálő, vetőgép, tárcsos, gyapot, burgonya technológia, áttöltő, takarmánygyűjtő, vágóasztal, cukornál, talajlazító, növényvédele, iszoptartályok. Szénaforgató, rendforgató, erdészeti, állattartás. Fogadjuk a jószágnál ez bazó. 5-6. Van nyergesben is gyerekek, 32 000 literes.
Most adtam el a dollit, pedig ez tök jó lett volna ehhez. Ez hány ezer literes? 8000? 32000? Figyeljetek, egy ilyet szerintem beszerzünk. Mennyibe kerül ez? 68000? Szerintem tökéletes. Vásárlás, meg akkor mégiscsak kell egy dolly, hát jó van, nem egy olyan nagy kunsz lesz. Dollival akarom megoldani, mert akkor a fent tudja mozgatni, ezt is tudjátok. Úgyhogy ezzel lesz megoldva. Sajnos, oké, és a fentet visszaugratom, hogy ne kelljen. Ne kelljen ide szórakozni vele. Gyerekek, a kaszánkhoz mit csinál? A kasza, az hallod? Kasza Tibi. Miért állt meg? Ja, már összeért. Jó, oké, semmi van. Mindjárt indítom meg továbbám. Gyerekek, ez a kasza, ez egy Isten király, hallod? Semmit nem használjatok, csak ezt. Ez nem véletlen, ez beteg, ez nagyon turva. Jó, akkor az idejét a fentet, viszont beszállunk el. Ez mekkora ez a gép, te Máriám, hallod? Ezt fogom indexképnek rakni, de gondolom ezt ti meg már tapasztaltátok is. Ezt kihúzzuk ide valahova. Ez gyönyörű, ez egy olyan gyönyörű ez a gép, hogy ez hihetetlen. Ez nagyon turva. Na, ugrassuk már vissza, mit forgolódok vele. Már akarok neki kaját is adni. Egyébként tök jó. Ahhoz képest, hogy már, nem is tudom, 28 darab ol van lerangva, ahhoz képest szerintem tök jó működik minden. Na, azért haladunk ebben a részben egész jó alattunk. Rengeteg pénz kell ugye, hogy az összes birka meglegyen. Oda, egyébként még ami kell, egy olyan pautkocsi, ugye amivel tudod fordari, majd az árut. De lehet, hogy dollival is úgy fogom hordani majd ezzel. Mert ez a fent, ez nekem tök tetszik. Ezek nagyon... Valahogy tök megszerettem őket. Nem is tényleg a izébe. A farming szimulátor. Itt is van az a kicsi fent. Egyébként, azt hadd nézzem már meg. Az mi? Kis traktoroknál van? Ez lehetett az? 3-10. Ő lehet az. És igen, itt van a 3-13. Ő az, igen. Ez ilyen extrém fordulék, hogy legalábbis farming szimulátor 22-ben ilyen nagyon tök jól lehet vele működni. Nem, ezt is oda kell vinni. Sajnos ugye jó messze vagyunk a bolttól. Messzebb nem is lehetnénk, de hát ez van, srácok. Jó, megtöltjük akkor vízzel, és akkor megnézzük, hogy a pirkáknak akkor minden oké-e. De akkor ezek szerint pucolni kell az aljukat. Ó, de azt nem örültek neki. Annak nem örülök. Én azt nem tudtam, hogy a pirkák azok termelnek idejét. Nem tudtam, hogy a birkák termelnek trágyát. De hát akkor viszont ez nekem nem olyan rossz. Gyerekek. Gondok nem kicsik. Hipper azt hiszi, hogy rövidít, aztán itt szivatja magát. Ez a kukorica meg úgy látom, hogy beérett. Jó lenne, búzvár vetnétek legközelebb, aztán oda tudnám adni akkor a jövőknek. Csirkéknek megvenném ezt a földet. Igaz, hogy 800 ezerbe kerül. Úgyhogy nem kevés pénz. Figyeljetek, menjünk már erre az útnak. Akkor ennyire végigvettem volna az úton is. Gyerekek, nagyon durva egyébként, már mint ilyen... Bazzai 50 ezerünk van csak, nagyon, az még durvább. De az a durva, hogy most már ilyen extrém sok gépünk van, vagy 4 darab ilyen legnagyobb kombájn, akkor... Nem tudom, ilyen mindenféle traktor, challenger, erre, arra. Olyanokat, amik nem is használunk. Tényleg össze kell majd raknom. Összeszedem ezeket a dolgokat. Ugye a csirketelep melletti földet azt nem fogom művelni szerintem. Bár lehet, hogy most el kellene nyomni bele egy vetésforgonyit, hogy azért legyen valami. Úgyhogy a
kicsi vetőket, a kondorokat onnan el fogjuk adni, vagy nem tudom, meg fogunk tőle szabadulni, nem lesz rá szükségünk. Hanem a nagy, összmenagy vetővel fogunk dolgozni. Nézzük rá rá izére. Oda nézzük. De hogy, ez suhan, ha lejátok, az a durva. Úgy megy minden messzes. És ez tök jó. Okay. Beindul csak ez a kecske biznisz, gyerek. Ez olyan szép ez a felt. Ez a legnagyobb olyan fent egyébként, amelyik nem hevederes. Ez azért el lehet közlekedni. Ezt meg viszont lekaszálja ezt az egészet, öcsém. Ezt összekapom, egyébként nem lenne hülyeség betárolni. De hát most hova tárolnám be? Ott azon gondolkodok. Meg igazából annyira nem bonyolult megcsinálni azt, hogy összeszedem minden értet. És a földövi fű akkor is ugyanúgy össze tudod szedni. Meg egyébként, hogyha most ezt fölnövi még egyszer a fű, és föl, itt marad, és rákaszálom még egyszer, akkor dupla annyi lesz rajta földön. Tehát egy idő után ilyen több vastagon lesz, vagy ez hogy működik? Ezt nem tudom, azt még soha nem próbáltam, meg hát nem is nagyon szoktam így kaszálgatni. Na gyerekek, akkor töltsük meg, elvileg meg tudjuk. Aha. És ugye ez ingyen van. Ez jó, legalább a víz. Szuper. Ezt meg akkor oda hátra kell vinnem. Ott van ugye a víz. És már is. Akkor a termelékenység megindul, gyerekek. Azért itt ezeknek kell szén a bőven, vagy fű. Okay. Jó, hát ez nem kicsi. Ugye a három pontos csatornál van a fejem. Meg se látnának. Úristen. Halljátok, nagyobb az első kereke ennek, mint egy ember. Hát az MTZ-nek egy ilyen hagyományos méretű hátsó kerék, ugye körülbelül ez szerintem ugyanaz van ebbe az 50-esbe, mint a, hogy persze, hogy ugyanaz. Ugye ez hallod? Ennél nagyobb vagyok én. Látod? Pedig azért mindig az MTZ kerék azt mondtad, hogy úristen, mekkora kereke van. Itt meg hallod? Az első kerék nagyobb, mint az MTZ hátsó kereke. Hoppá, felugrok a időbétben. Látod? Ez a durva. Jézus Mária. Na! 32.000 liter vizecske. Indulhatunk meg vele. És ez is egy úristen, de jó fordulat. Milyen jó fordulékony. Mennyi liter? Hány liter víz? Na mondjuk a vízzel nem lesz gond. De beordani neki. A legkevesebb. Nyilv. Nem srácok. Mőhet nekik a víz. Pikok előtt legyen víz, az a lényeg. Na! Úristen, mennyi víz kell nekik? Ne szórakozzál! Ne szórakozzál! Hallod, ez összesen nem is lesz elég nekik. Ez komolyan! Jézus úristen, hallod? Ez benyeli. És még csak 200 darab van itt. Amíg jó, hogy nem raktam le ide többet. Úristen, 32.000 liter víz. Épp, hogy oda nézzél, meddig van. Ebben ezeknek 40.000 liter víz kell. Meg még akkor lesz, ha úristen, halljátok. Ezeknek annyi kaja kell, meg minden, hogy megőrülünk itt. Ez nagyon durva lesz. Jó, a tisztaság az meg 100%. Jó van. Termelékenység 100%. Látjátok? Tehát akkor nem fű vagy széna, ennyi. Akkor megvan. Akkor 100%-os termelékenység, szaporít, nem tudom mennyire szaporodnak ezek. Tök mindegy, az a lényeg, hogy többet nem veszek, akkor ólanként fogunk venni. Mi az? Ólanként 200-at, és akkor majd föl fog valószínűleg nőni 350-re. 8 darab olba 350, az meg azért eléggé baráti lesz. Oké, gyerekek. Tökéletes, jó van, srácok. Ha megnézzük a kaszát, mert ez egyébként nagyon érdekel engem valamiért. Gyerekek, ez szállulik, hallod? És itt van az a rész. Hú, hát ez nem véletlen, baza, 400, mennyi 450 lóerő körül van. Hát ez nem véletlenül, halljátok. Le is kaszálja az egészet, pikpak. Ez viszont baromi jó.
Ez egy kicsit megakadozott, de aztán megy tovább. Á, nagyon jó. Az a kosszát ezt nagyon nem bántam meg, hallod? Ez egy őrült jó cucc. Ez egy őrült jó cucc. Hát, erre nincs gondod, érted? Egyébként ez volt a legnagyobb problémám, hogy úristen, menj, milyen szar lesz majd itt, le kell kaszálnom az egészet. Hát nem is érdemes utána elkasztani a hamstert, mert a hamsterre meg végig rohannak majd a fenten, azt összeszedem a gyöppöt. Nagyon tök jó. Perfekt, gyerekek, itt van. Egyébként ez a logisztika, ez baromi jó. Mármint, hogy itt van a... Itt vannak az állatok. Ide, innen beviszed nekik aját. Nem kell betárolni. Fölösleges betárolni, én úgy gondolom, nem? Ha is szarnak, tároljam be. Ha maximum veszek majd három ilyen hamstert, vagy akár nyolcat, és akkor azt csinálom, hogy szépen behúzkodom nekik, ez kész. Jó van, gyerekek. Szerintem elbúcsúzom. Egyébként ez meg mit tolat? De tök jó, mert tolat is tök gyorsan tolat, legalább nem olyan idegesítő, érted? Bár ne tolasson. Jó, el is búcsúzom, srácok, szerintem. Amúgy is. Figyeljetek, le van kaszálva ez a hatalmas rész. Álljál már meg, barátom, mit csinálsz? Ja, le van kaszálva akkor a hatalmas rész. Hát egy ilyen csiknek a felénése beortam nekik. Bőven elég lesz nekik. De esetleg, nem tudom, kellett rágyázni, meg hogyha lenne itt ugye, hogy ezek valóban termelnek trágyát, akkor simán tudom azt csinálni, hogy veszünk egy szerves trágyaszorót, azt azzal ledurrantjuk néha, aztán jó van, nem? Ezt akkor esetleg nagyobban hozom, de hát kit érdekel, mekkora hozzam, mekkora földeken, gyerekek, meg ott figyeltek, tudjátok mekkora, nem tudom, betakarítást írja ilyenkor, vagy nem tudom, nem ír semmit, az a baj. Ugye a gyöpné nem ír semmit, pedig azért érdeklőd volna. Ja, itt körülbelül ennyi van lekaszálva, meg még itt van ez a 40-es is, úgyhogy tök jó lesz. Jó van, gyerekek, elbúcsúzom. Annyi, hogy akkor gameplay-en kívül összepakolgatom a gépeket, berendezem, hogy mondjuk ez a cross se kell már ugye itt. Elrendezzük oda a gépeket, ahol éppen használni fogjuk őket, és akkor valószínű, hogy a tojást el fogjuk adni a következő részbe, abból tudunk még venni birkát, meg valószínű, hogy el fogom vetni a csirketelepnél, vagy kicsit ott rendet kell vágni, ott is vannak bajok egyébként, meg nem igazán jó itt az elrendezés, kicsit itt vannak gondok, itt nem tökéletes. Ja, ide át tudjuk hozni azért a nagy, vagy pedig megvegyük a nagy földet. Mert igazából megvehetjük a nagy földet, és ezt akkor nem kell vinkódni. Mert figyeljetek, oda már nem nagyon kell a birkákat később is meg tudom venni. Ez a föld, ugye ezt a földet kell, akkor ezt nem munkálnám meg, ez elég kicsi. Inkább akkor a 41-es rátavazsálódnánk, az legalább háromszor akkora. Mondjuk azt egyszer még evethetem ezt. Jó, gameplay-en kívül a gépelrendezés lesz, jó? Csoportosítjuk őket, azt utána akkor folytatjuk majd. Köszönöm szépen a figyelmet, hát megint haladtunk egy csomó mindent, meg egyébként megint szerintem annyi, úristen, annyi tojásunk van. Halljátok, már megint időpörgetés volt. Fú, már megint izé milliók ugranak majd be a zsákba. Jaj, gyerekek, mi van itt? Annyi tolják itt a tojást. Na, köszönöm szépen a figyelmet, tényleg. Élveztem ezt a részt, remélem, hogy ti is. Farming Simulator 22 is természetesen fog következni. Nem feledkezünk el róla, így felváltva próbálok csinálni úgy, hogy nem is egyik nap, másik nap, hanem az, hogy egy héten mind a kettő menjen. Na, jók legyetek, sziasztok!